Sziasztok! Ma ismét egy kaparós videóval érkeztem nektek. Csak már ugye elkezdtem az egyiket. Ez a Super Bankó lesz. Nem tudom, hogy mennyit nyertem. Csak láttam, hogy az ötös ott bejött. De szerintem nézzük meg együtt. 5 darab Super Bankót fogunk lekaparni. Úgyhogy kezdjük is el. A következő videómba kicsi blackjacket fogok kaparni. Új állványom van ezért, elnézést, kicsit mozog a kép. Úgyhogy szerintem itt már nézzük meg, hogy mennyi a nyeremény, mert izgatott vagyok. Ami érthető. Ugye ez egy ezres, ahogy látom. Jajjaj, 2 betű, amit nem tudom, hogy mit jelent. Ugye itt a G betű látható. Tehát Super Bankó G, azt írjátok le. 3 darab G betű kéne, hogy legyen, de most 2 találtam egyelőre. No, 1000 forint, ez nagyon jó. Itt a másik játéknál. Érmék. Érmék! Szerintem szerencsés napom van ma. Ugye 2 darab érmék szimbólum jött be. Most megint megnézem, hogy ez mennyi. 5. 500. No, eddig van 1500 forintunk. Nem tudom, mivel kezdjem. Itt a második játéknál. Itt is szoktam nyerni, nagyon sűrűn. Gyűrű. Drágakő. Korona. Szép. Szép. Kéne egy szép. Vagy korona is jó jönne. Kincs. Hát. Szerintem van rá még esély, szerintem, hogy itt. Tehát szeretném, hogyha itt van ami. Kincs. Kincsből is 2 van. Csak egy dolgot kéne találnunk, ami. És egy gyűrűt találtam. És a gyűrűből is 2 van. Nézem, hogy a kincsből is 2. No, hát semmi baj, eddig 1500 forintunk van. Ez szuper. Harmadik játékot nézzük meg. Ez egy ezres. 1000! 1000! És hoppá, ez eddig 2500, ugye ott 3 darab ezres található itt, 1000, no, 2500, szuper, na most, akkor már megérte a mai videó, 5000 forintot egyébként nyertem, csak visszaforgattam videóra, és valahogy 5 darab bot húztam ki, de megérte, nagyon is megérte. Itt az érme szimbólum, ha bejön, az még jobb lesz. És autó. És egy kicsit mutatom a sorsidőt nektek. Ez egy 008-as. Számú lesz. Jó, akkor ez így 2500, és egy G betű. Nézzük a következőt. Hát remélem, hogy találunk ebben is valamit. Még akkor hátra van, igen,
Ezen kívül hátra van 3 darab. Hát valami csak csúran cseppem. Én most itt kezdeném. Lóhere, zsák, kulcs, patkó, érmék, és pénz. Úgyhogy, hát, első játék. Tizenkilenc-tizenkettest keresünk. Ó! És egy szám kellett volna csak ott. Igen, a kettes az jó, csak nem egy 20-as kellett volna. És egy 7-es. Hát, itt még nem nyertünk semmit. Ne veszítsük el a reményt. Itt az első, ez egy drága kő, majd nyaklánc. Próbálom közelebb rakni, szerintem így jobb is lesz. Harmadik, kupa, aranyóra, gyöngy. És koronából 2, nyakláncból 2. Itt sem nyertünk. Nézzük meg a negyedik játékot. Azért beszokta adni magát, egy 500-asnak azért örülnék. 500! 500! 5000. Hát itt már nem szerintem. Hát nem. Utolsó játék. Micsoda hangja van? És rabló. Tehát ez a sorsjegyünk nem nyert, de én látok itt egy betűt. Legalábbis most vettem észre. Van ugye ez a bizonyos Z. A másik vajon mi lehet? Egy H. Nem baj, legalább le van ellenőrizve, hogy ez a sorsjegy ugye nem nyert. Nem baj, az előzőre 2005 volt, az már azért valami. Úgyhogy nézzük ezt a 042-es sorszámot. Hát az elsőnél kezdjük, mert az előbb nem az elsőnél kezdtem. 11 és a 20-as, ezt keressük, 10, na majdnem, ritkán adja itt az első játéknál be magát nekem, de minden esetre nagyon szeretitek a Superbankot, nem rossz. Csak ugye a jót kihúzni, az ugye kulcs és egy patkó, ez sem, hát itt még semmi. Ötezer. Csak nem egy könnyű tartanom így a sorsjegyet, mert úgy kaparok, hogy egyenes legyen a videó, és nekem tartanom kell a másik kezemmel, tehát ezzel tartom, hogy ott maradjon. Kincs. Drágakő, gyűrű,
Kupa. Szép. Gyöngy. Aranyóra. Hát, miből adhatná be magát? Hát szerintem itt semmiből. Ha csak nem a kincs egymás alatt. Vagy valamiből még kettő, ha lenne. Ha lenne. Kupából is kettő van. És gyűrűből is. Itt van a T betű. Mint ahogy mondtam, a Superbankóban ugye a betűket úgy nem nagyon ismerem. Ugye, ugye az előzőben is ugye ott volt a G betű, az 2500 volt. Hát azt sem tudtam, de most már tudom. Kaszta. Versely. És autó. És keresem azt a másik betűt. Valahol el van rejtve. De nem nyert. Tehát ez a sorsegyünk nem nyert. Akárhogyan is figyelem. Jó. Következzen a második. A gébes, azt külön raktam, most figyelem, hogy azt külön raktam. Nézzük meg az érmét, jó? Szerintem essünk túl rajta. És nem lehet, nem tudom, mit lehet látni belőle. Hát az érmét nem találtuk meg, most menjünk itt feljebb. Hát eddig se semmi még. Eddig sem. Itt megnézzük a második játékot. Hát, ha találunk valamit. Nyaklánc. Nyaklánc. No. A nyakláncból már kettő van. Még egy kéne. Nincs. Egyikből sincs három. Nézzük meg az első játékot. Hát, ha van még remény. Hét és nyolc. Érdekes. 16. 12. Csak azt nem adja be, ami kéne nekünk. Ez egy ötös. És 11. Egy S betűt már találtam, és egy R meg is van. Úgyhogy S sem nyert. Úgyhogy jöjjön az utolsó sorsjegyünk. Legalább egy 500-ast jó lenne találni benne, vagy egy 1000-est. De többet is lehet itt a Superbankóban azért. Nagyon sokan nyertek már nagyobb összegeket is. Én most itt kezdem. Kulcs, lóhere, pénz, és semmi. És jó gyorsan kapartam. Mert ugye látok egy betűt, csak nem tudom, hogy mit jelent. Ami nem baj, hogy lekapartam így. Itt lehet egy cáfoló betűje is.
egy másik videót is szeretnék nektek készíteni. Az nem más, mint a kis Blackjack. Őt is szeretném ma feltölteni. Úgyhogy azért húzom meg ezt a videót azért. 15-10 4 7 2 na majdnem és semmi. Második játék. Hát erre kíváncsi leszek már tényleg. Hoppá! Gyöngyből már 2 van. Kupából is 2, és a szívből is. Mintha biztató lenne itt most az egész. Már most nagyon kíváncsi vagyok. Hopsz! Koronánk az nincs. Aranyurában is 2 van. Ez a sorsjegy sem nyert, de viszont 2500 forintot akkor nyertünk. Azért nem rossz. T és A. Lehet látni, nem nyert a sorsjegy. Akkor csak egy sorsjegyünk nyert, és akkor az így 2500 forint. És itt is található. Hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Igyekszem most elkészíteni a kicsi Blackjack-eset, jó? Sziasztok!